Szervusztok, srácok! Sziasztok! Elérkezett a következő podcast a barátnőmmel. Mai téma az ilyen motorozni Görögországban. Erre gondoltunk, hogy erről dumálhatnánk nektek. Tavaly évben voltunk ugye Görögországban kirándulni, és összejött egy kis tapasztalat a motorozás terén. Ugye béreltünk ott motorot, aki látta a kirándulós videót tavalyról, akkor azt tudja, hogy minél lesz szó kb. És aki meg nem látta, azoknak felrakjuk a linket. Az meg nézze meg. Van egy 4 részes kis kirándulás videó Görögországból. Na szóval... Akkor kezdjük is el. Kezdjük azzal is, hogy hol voltunk konkrétan kirándulni. Ugye mi Korfunk voltunk a barátnőmmel tavaly. Azt hiszem 4 napot, hogy emlékszek, vagy 3-at? 5 napot, de abból... Lényegében 3 napot tudtunk teljes mértékben élvezni. Hát első nap mentünk, és 5. nap még haza, igen, ugye? Úgy volt az egész. Igen. Haza jövett, az meg olyan volt, hogy felkeltünk, és talán egyből mentünk is a buszra, ugye? Kb. Na, kb. Kb. Aha, jó. Akkor kb. Ez a 3. Na, 3,5 napot tudtunk ott, igen, ellenni. Na szóval, Korfu amúgy nagyon jó, mert így az átmérője, ha megnézzük a térképen, akkor kb. 85 km hosszú maga az egész Korfu. Vagyis az a... Há igen, Korfu az a sziget, ugye? Igen. Igen, igen. Szóval 85 km hosszú ez így átmérője. És mi a repülővel kb. A Korfunak a felében szálltunk rá, ott van az a kifutó, ugye? A reptér. Igen. Tehát érdekes reptér van. Igen, amúgy. Igen, igen. Szóval ez nagyon jó ilyen tápont magának a szigetnek, mivel hogy ott elszállásoljátok magatokat, akkor kb. 30-40 km terület lesz felfele nektek, és ugyanígy lefele is. Igen. Szóval nagyon jól belátoztani a napokat, hogy melyik nap mit megnézni. De érdekes a repülőtér is, mert lényegében úgy oldották meg, hogy a repülőtér, tehát a kifutó pályával szembe, nem tudom hány méteren keresztül, vagy hány méterre tőle, van egy úgymond ilyen kis sáv, amit át tudsz gyalogolni, és úgymond ott tudsz ilyen csodálatos fényképeket tudsz csinálni, lényegében ahogy elszáll feletted, vagy leszáll éppen a repcsi, és akkor tudsz ilyen szép képeket csinálni. Azért az elég hosszú az a sáv amúgy. Hát jó, de mint, hogy érted oda, hogy a kisétálsz, akkor tudsz ilyen, ja, hogy tényleg, hogy így látod fel. Nagyon sok fotót találni a netről, amúgy pont arról a helyről, hogy fényképezik a repülőket leszálláskor és felszálláskor. De ha nagyon meleg van, akkor nem tudom ki az a merész, aki hát oda mi, kisétál. Hát mert nagyon meleg volt, így is leégtünk, mint ja, a rák. Amúgy ez nagyon durva volt. Nagyon szép az a hely. Ott voltak, akkor érdemes megnézni ezt a helyet legalább fotóról, vagy valami videóról, YouTube-ról, hogy mégis hogy néz ki, hogy érdemes oda kisétálnotok. És egy kis érdekesség már nekünk magyaroknak, hogy miért is érdekes Korfu szigete, azt el kell mesélni, hogy nem szerettem a történelmet, és Sisi, hát lényegében ő volt ugye az Osztrák-Magyar Monarchiának a császárnéja, és ő sokat utazott oda. Ott van egy villája is amúgy, konkrétan Sisinek. És hát lényegében amúgy a betegsége miatt is rá volt úgymond szorulva arra, hogy egy ilyen melegebb éghajlatú övezetbe utazzon ugye a tüdeje miatt. Ha minden jól tudok, akkor ez így van. De amúgy igen, a Sisi miatt nekünk magyaroknak is érdekeltsége van. Lényegében Korfun. Bővebb info a tavalyi videóban. Ott igen, be is mutattuk a helyet. Igen. Csak kicsit drágálottam, amúgy 10 euró volt a belépő, úgyhogy kicsit drágálottam, de amúgy sokszor utólag jönne nekem, hogy jaj, miért nem mentünk be, tudod, pedig mentünk volna. Belesünk oda is. Na, akkor térjünk el a következő témára, hogy milyen járműt is érdemes kikölcsönözni, hogyha valaki elmegy Korfura. Ugye azért van választék, mi is szétnéztünk, mielőtt kikölcsönöztünk volna bármit is. Magán a szálláson, ahol voltunk, voltak ilyen brosúrák, ilyen papírok, több ilyen kölcsönzőből, ugye? Igen. És szétnéztük, mi milyen árban van, stb. És lehet kikölcsönzni robogókat, még nagy motorokat is. Igen, nagy motorokat is, meg négykerekűeket, is voltak, autókat. Még autók is. De amúgy így belegondolva, hogyha így ez nem csak Korfura, de általánosságban értem, hogy ha valamilyen kis szigeten vagytok, akkor szerintem az autó a legrosszabb választás, mert az nem annyira komfortos. Tényleg a motor, a robogó, még a négykerekű is szerintem olyan, hogy bárhol le tudtok vele parkolni. Mondjuk inkább a robogók azok a legjobb. A robogója.
Autót én sem vinnék. Amilyen állapotban voltak ott a járműek, az horribilis rácok. Ottan jól nem potyogott szét, az minden, amit csak láttunk. Volt olyan autó, nem volt hátulján egy rész, még ajtók hiányoztak, stb. Ablakai nem voltak, szóval... Na többnyire az ember ilyen nyáron megy amúgy ilyen szigetre kirándulni, mm-hmm. amikor a legtöbb ember van ott, és ugye... Ha, akkor nagyon is meleg is van olyankor. Igen. És akkor a legjobb tényleg a robogó is, mert... Szerintem jó volt. Nem dög lesz bele a 450 fokba. Jó, még hogy azt is lehet mondani, hogy az autóban van klíma, de akkor is amúgy az a hangulatosabb, amikor a robogon ülsz, ugye, hogy milyen jó volt, amikor nagyon ott ültünk. Jó kis szellő menet közben, stb. Igen, volt idő nézelődni is, meg minden. Kölcsönzés menetéről is beszélhetnénk amúgy, hogy hogyan is folytad az egész. Ugye ott angolul kell dumálni, mindenki angol. Szóval mi is beadottuk az angol tudásunkat, főleg a barátnőm beszél. De sikerült mindent elintézni, szóval no probléma. No probléma. Nem tudom, hogyan is volt a kölcsönözés menet? Hát lényegében... Ugye bementünk, elmondtuk, mit szeretnénk. Amúgy sokszor, hogyha már tudtok mindent biztosra, amúgy érdemesebb talán előre már ugye lefoglalni amúgy. Tehát magát a adott járművet, hogyha szerettek úgymond, szeretnétek azt kikölcsönözni. Hát, amúgy szerintem nem is olyan fontos. Nem annyira fontos, de, de pénzbelileg több esetben, nem mondom, hogy minden esetben, de sok esetben, főképp amúgy Amerikában van így, hogy előre, ha lefoglalod, akkor olcsóban jössz ki. Uh-huh. De itt például a Görögországban ugye úgy volt, hogy szerintem így is jól jöttünk ki árba, és tényleg, hogy mondjuk azért volt jó személyesen, és kiválasztottuk, mert azt hiszem kiválaszthattuk, hogy milyen motorral akarunk menni, vagy ezt ő adta már? A Csajci adta lényegében, de akkor Csajci is láttuk adta. Már, hogy ott helyben, hogy lényegében, hogy milyenek azok a motorok. Uh-huh. Tehát tudtunk válogatni azt, hogy most ilyet akarunk, vagy nem ilyet akarunk, és akkor lényegében. Na, elmentünk oda, és szerintem egy személyével, gond nélkül. Kellett a jogsi? Jogsi is? Kellett egy jogosítvány, azt hiszem személy, és ki kellett tölteni a papírt, hogy elviszik a gépet, igen. És még mi is kaptunk egy papírt, amivel hát vissza tudtunk menni, és ugye visszaadni nekik igen. a mocit lényegében. Még kaptunk is vissza pénzt, ha emlékszek, nem? Valami volt, hogy nem tudtak visszaadni, igen, amikor fizettünk, nem tudtak visszaadni, és azt mondta a csaj, hogy amikor majd visszaviszik a motort, 3 napon belül, akkor hogy akkor visszaadják azt a 10 eurónyi összeget, ugye? Igen. És nem kaptunk róla se papírt, se semmit, szóval a csajjal, aki ott adta a cuccokat, ráírattuk angolul, hogy igen. tartozik nekünk 10 euróval. Először nem akartam, hogy nem rafinált volt, tehát hogy... Szóval könnyen lehet, hogy buktuk volna a kis pénzt, szóval így. Mindenről fontos, az mindenről legyen papírotok, mert főleg külföldön ez a biztos, abba tudtok kapaszkodni egyszerűen. Igen, igen, igen. Amúgy érdemes átnézni nagyon a motort is, amielőtt elviszitek, mert mi is körbenéztünk, láttuk a motorokat, milyen állapotban vannak, a négykerekük minden, és nagyon rossz állapotban vannak minden jármű srácok. Amikor elvittük a motort, akkor majdnem el is terültünk az első fékezésnél, amikor kimentem a főúton, megálltam. Olyan durván fogott az első fék srácok, hogy jó, nem első kerekeztem rögtön az első fékezésből, majd meg is haltam, hogy nem sok kiázott. A hátsó fék nem fogott szinte, behúztam tövig, és alig fékelt a motor. Első még olyan erősen fogott, hogy fú, jó, nem tépte szét az aszfaltot első kerék alatt. Még mi volt? Ja, meg mi volt? Nem is működött rendesen. Nem, tehát, hogy egy kicsit mi is hibáztunk amúgy, de... Mint hogy legyen az azért hogy olyan... Nem hibáztunk semmit. Hát hibáztunk. Úgy hibáztunk, hogy hát így elvittük a motort, hogy nem ment a sebességmérő, nem ment a benzinmutató. Hát de amúgy ők is tudtak erre szerintem, mert szerintem nem tudom, csak azt nem tudod, amúgy vissza is mentünk, és rákérdeztünk erre, hogy ez nem-e baj. Mondták is, hogy rendben van, nem? Igen, mondták, hogy rendben van, csak hogy mi attól féltünk, hogy nem az lesz, hogy aztán mi rontottuk el, tudod, és akkor aztán nem, hogy azt mondják, hogy még fizetnünk kell érte, úgyhogy mi azért oda mentünk, megkérdeztük, és mondta, hogy semmi gond, vigyétek. Nem működöttem, hogy se a sebességmutató, sem a fordulatmérő. A benzinmutató is nem tudom, hogyan működött, mert majdnem mindig teli tankot mutatott, és néha-néha leugrott így felibe, hogy a 4-1-ére, hogy akkor tudtuk, hogy már érdemes lehet tankolni, de nem nagyon mutatta így reálisan a benzin mennyiséget. Meg olyan kevés is fogyott, hogy amúgy nem is kellett tankolni. Meg olyan volt, hogy bestartoltuk a robogót, és elkezdett vibrálni, meg rezonálni egész, nem? Zakatultuk a műanyag részek rajta, szóval nagyon durva volt.
Szóval tanulságot jelen, nézzétek meg, és hogyha úgy érzitek, hogy ilyen robogó nektek megfelel, akkor vigyétek el, de ha nem, akkor szerintem nyugodtan lehet azt mondani, hogy adjanak egy másikat, csak hát attól félek én is, hogy az a másik is ugyanolyan rossz lesz, úgyhogy... Úgyhogy lehet azért így mindig ott a helyszínen még időbe kell mindenről szólni, értesíteni a dolgokat, hogy mi meglegyen. Mennyi árnyalat is érdemes kölcsönözni, srácok? Mi ugye egy robogót kölcsönöztünk, úgy voltunk vele, hogy kipróbáljuk, hogy milyen, és hogy mik lesznek a tapasztalatok lényegében. Egy kicsit spórolni is akartunk, nem akartunk, hogy ketten is. Külön elvezetett, főleg a párom vezetett inkább többet, egy kicsit én is kipróbáltam. Így jobban megérte nekünk most jelenleg. Ugye maga az áramért kikölcsönöztük, az 75 euró volt 3 napra, és egyből kötöttünk biztosítást is. Az M-Trans kötelező volt a biztosítás? Nem volt kötelező, de főleg külföldön talán jobb volt így, hogy kötöttünk. Meg a Choice is ajánlotta talán, igen. Ugye? Meg hát mi ez a 15 euró, 5 euró egy napra, ja, úgyhogy mindenképpen megérte szerintem azt a 5 euró per napot bebiztosítani, mert tényleg, hogyha valami nekünk jött volna valaki, vagy ellopják, vagy valami, akkor mi tiszták vagyunk. Hát még amilyen helyen közlekedtek ott emberek, szóval az nagyon durva volt, összehajtottak. Srácok, sapkát, nem láttatok senki, motoros isakot, az olyan, mint nem is létezne a Korfun. Szóval nagyon durva. Jaj. Amúgy ez a 15 eurós biztosítás, az hogyan is fedezte volna a költségeket? 500 euróig? Kb. Nem? Igen. Igen, 500 euróig. Ja, szóval, hogyha szét is töltük volna tisztára, akkor maximum 500 eurót fizettünk volna kártérítést a robogóért. És hogyha nem kötöttük volna meg ezt a biztosítást, akkor nem tudom, hogyha például összetörtük volna, és hogyha mi hibánkból például valakinek neki mentünk volna, akkor még ki kellett volna fizetni a motornak a javítatását, vagy az árát, és még annak az adott illetőnek, akinek okozzuk a balesetet lényegében. Úgyhogy így tényleg jó volt, hogy ez a biztosítás megvolt, mert ez fedett minket, és tényleg, hogyha bármi nagyobb baj lett volna, akkor tényleg az a maximum 500 eurót kellett volna csak fizetni. Másik dolog még az, hogy mennyi árműet is érdemes kikölcsönözni. Most, ha visszagondolok, amúgy szerintem elég is volt az az egy robogó, nem? Bárhova is mentünk, bele tudtunk rakni. Lényegében mind a két sisakot bele tudtuk rakni. Ugye volt egy rakodótér hátul, oda ment az egyik, másik az ülés alá befért. Szóval bőven el tudtunk pakolni. Mindig vittünk magunkat a táskát, és azt elvittük magunkat, amikor kirándultunk. A boltok, az utcok, kamerák, telefonok, pénztárca, stb. Meg a robogónak a hátulján is volt egy rakodó. Igen, igen, azt mondom, hogy ott volt az egyik sisak. Úgyhogy lényegében bőven elfértünk. De aki szeretne két motort, vagy a másik is szeretne motorozni non-stop, akkor lehet nyugodtan kettőt is kikölcsönözni. Szerintem az is nagyon jó, és van feeling, és amikor egymás mellett mentek a szigeten, nem? Igen. Most már szerintem ennénk, akkor lehet, hogy is kettőt kölcsönözni. Most, hogy már neked is, meg a jogsi, akkor feelingesebb lenne. Mindjárt nagy motort. Amúgy nem, a robogó a legjobb srácok, azt éri meg a legjobban. Az tök tényleg, hogy bármilyen szituáció, mert azért fontos a robogó szerintem, mert az úgy automata, tehát, hogy ott nem kell váltogatni, és ott nem ismeritek annyira ezt a terepet, tehát lényegében egy vadidegenbe kell vezetni, sokszor olyan szituációkba kerültök bele, hogy nem is értitek, hogy itt hogy működik a kressz. Mert másik még az, hogy amilyen utcák vannak ott, nem? Voltak olyan utcák, hogy ilyen sikátorok, ilyen másfél méter széles utak, alig fértünk be, nagyon durva. Hát, autóval nem és voltak, menni. Akik kocsival mentek végig, és fú, ez nagyon durva szerintem. Szóval lényegében azért jó ez a robogó. Ez a választás, mert lényegében... Az a legjobb választás szerintem. Szerintem négy kerekűt sem vinnék, az a már túl szélesen. Az inkább így a sivatagokba, az, ahol van hely. Még a robog az a mozgékonyabb sokkal a négy kerekűnél, szóval szerintem tuti jobban megéri. Talán még annyi, hogy ha robogót is vennék ki, akkor valami erősebbet. Mert nekünk ami volt, az csak talán ilyen 6,5 kW-os volt kb. Ilyen valami full kínai robogó. És volt olyan eset is, hogy mentünk fel a hegyre, Korfu legmagasabb pontjára, és megállt a robogó. Ne kellett szállnom. Nem bírt felvinni kettőnket, szóval volt, hogyha barátnő leszállt, és nem is ment tovább, még aztán is a robogó, szóval nekem is le kellett, és még kézzel toltuk fel egy darabon, hogy tudjunk feljutni. Igen, amikor már nagyon a végén voltunk. Nagyon durva. Még amúgy elég veszélyes, mert eléggé ilyen koszos is volt az út, csúszós, poros. Kavicsos volt. Oda kellett figyelni sokszor.
Azért hát ez is egy ilyen élmény. Nem, nagyon jó volt szerintem jó volt. Közlekedés veszélyei, mit mondasz erre? Azért elég sok ott az őrült, nem? Igen, de szerintem meg is vannak azért szokva. Főképp, hogyha ilyen helyre mentek, azért hozzá kell szokni, hogy nem úgy vezetnek az emberek, mint otthon. És főképp, ha idegen kultúrába mentek, mert ott is van olyan tapasztalatom, hogy például voltam Afrikában, és akkor ott mindenhol csak türkülnek, mindenki türkül. De ez nem azért, mert a másikat lehülyézett, hogy te idióta, miért mész úgy, hanem mindenki jelzi, hogy éppen előz, hol van, tehát például ilyen kulturális... Index helyett dudálnak, nem? Igen, igen, konkrétan, tehát hogy ilyen kulturális különbségeket is meg kell sokszor figyelni, és azért mondom, hogy sokszor például itt Korfun is ugye, hogy nem használtak sisakot, hogy hozzá kell ezekkel a dolgokhoz úgy szokni. Vagy csak hátra volt kötve a rogogóra. Vagy. Voltak, nem is volt egyáltalán. Hát szerintem a több 90... Akin volt sisak, azt tudtad, hogy turista. De amúgy rendőrt nem is láttunk az alatt, az 5 nap alatt talán, nem? Tehát rendőr nem is találkoztunk szerintem egész Korfun. És bejártuk az egészet lényegében, és hát igen. Nem volt rendőr. Aminek? Hát nincs is, aki megbüntet srácokat. De itt szóval nincs is olyan egyenes út, ahol 150-nel tudnám menni, hát mert mindenhol szerintem. Még olyan robogóval szerintem ül az ember, hogyha széthúzottja ilyen 50-60-ra maximum. Hát legnagyobb motor, amit láttunk, az talán egy Z800-os Kawasaki volt, vagy 750-es? Azt hiszem inkább 750-es, szerintem de... Szerintem az is turista lehetett. De is ilyen nagyon rossz állapotban volt, szóval durva. Vagy turista lehetett, vagy lényegében, mert ott van egy komp, hát több komp is van, és akkor ugye átjárnak lényegében a kontinens részre. Uh-huh. És akkor ugye, tehát hogy onnan is ugye átjöhetnek, esetleg ilyen formában, módon. Ja. Parkolás is amúgy nagyon durva volt, srácok. Ott a szálláson, ahol voltunk, minden nap bevittük minél bejebb a parkoló legközepébe a robogót, hogy nagyon baj essen. Sokszor még ilyen eldugott fa alatt is parkoltunk, volt a parkolóban ilyen hatalmas fa, és sokszor mellé is leraktuk a robogót, hogy véletlenül sem menjenek igen, be. Igen, mi próbáltunk vigyázni, de valakik a út szélén hagyták, úgyhogy nem... Nagyon sokan kint hagyták a robogójukat, vagy járműköt az út közepén, úgyhogy nem is volt gyalogosoknak ott úgy semmi, csak volt egy jobb sáv, vagy bal sáv, és ott adták a jobb sávba autókat végig. Szóval voltak, akik szinte alig tudták kikerülni a járműket, és éjszakára is ott hagyták. Úgy, nagyon veszélyes. Amúgy ebből nekünk valami probléma is volt, nem? Amikor egyszer megszólták, hogy ne parkoljunk a parkolóba, ne vigyük ki mi is a főútra a robogót. Igen, igen. Mert hogy a autóknak van az főkép, igen, és igen, akkor igen. Inkább mi vigyük tényleg oda. De az volt a legdurvább, hogy mi is ugyanúgy abban a szállodában voltunk, ahol azok az autósok, és az autósok ott parkoltak a parkolóban, de nekünk még azt mondták, hogy a mi robogónkot pedig vigyük ki a főútra, pedig ugyanúgy abban a szállodában voltunk, mint a többiek. Úgyhogy, szóval mind valami hülyék. Micsoda diszkrimináció volt ez. Ja. De aztán úgy csinált, mint te nem értettük volna, hogy mondd a csávó. Ja, és elmentem. És elmentünk be a szállásba, aztán. Kiabált utánunk pedig. Ja, mutogatott, de... Hüveg, lassan szartok szegény. Hát igen, aztán valaki belehajt, hogy összetöri, akkor és aztán még mi fizessünk. Ez az úgy, hogy... Szóval, ha valaki rosszat akar nektek, akkor álljatok ki, magatok és srácok. Igen, ne hagyjátok magatokat. Tegyetek, azért jó néha turistának lenni, mert tehetett úgy, hogy nem érted. Nem, mi van? Szóval durva. Néha jó hülyének tetetni azért magunkat, vannak olyan szituációk. Nagyon érdemes amúgy betervezni is, hogy melyik nap merre mentek. Ugye, amint mondtam, a szállásunk, a szállodánk az a Korfu közepén volt kb. Szóval egyből két felosztottuk az egész szigetet, egy fenti és egy alsó részre. Kijelöltük, hogy melyik nap hova megyünk, szóval volt ilyen másfél vagy két nap, amikor a fenti részt jártuk be, és a maradék nap pedig az alsó részét. Igen. És érdemes amúgy úgy mennetek, hogy nem össze-vissza a cikk-cakban, hogy még kilométereket pazaroljatok, nem érdemes így körbe ilyen kis kört lerajzolni, és sorba egymás után bejárni a pontokat. Igen, mi is úgy csináltuk, hogy az első nap ugye követtük a part mentét, aztán a második nap ugye befejeztük ott a másik felét, és a harmadik nap meg pedig, ami mentünk még maradt. Mentünk lefele. És még talán a harmadik napnak a második felébe volt az, hogy még maradt egy kis hogy fél napunk, és akkor ami tetszett, ezekből oda visszamentünk még, aha, emlékszek. Igen, igen. Fürödni mentünk igen. Egyik tengerpartra, ami nagyon jó volt. Az nagyon tetszett nekünk, emlékszek. Mondjuk megcsípert ott a darázs engem, aki is nyomorult, de hát megbocsátottam aztán neki. Egy barátságot összettünk.
Még talán volt egy fullos nap is, amikor csak lazítottunk, nem? Amikor csak elmentünk a tengerpartra utolsó nap, vagy valahogy úgy volt talán. A három nap bótosan? Vagy nem? Nem, azért mondom, hogy valahogy ez úgy nem jön neki. Nem, talán úgy csináltuk, hogy minden nap elmentünk, reggeltől kb. Délutánig néztük a helyeket, és minden nap délutántól csak így pihentünk, nem? Igen, szerintem tengerpart, úszás és lazítás, igen. Azok voltak a délutánok. Igen, a délutánok alatt tényleg, hogy így egy kicsit úgy kipihentünk, talán az utolsó napnak a második felében volt az, amikor már csak úsztunk, pihentünk. Amúgy kicsit bánom, hogy nem egy hétre mentünk, de így is jó volt. Úgy meg már lehet, hogy túl sok lett volna egy hétre. Hát lehet. És ahogy beterveztünk, ami 10 helyet, amit megnézünk, abból talán ilyen hetet abszolváltunk kávé, nem? Vagy valahogy talán 8-at. Vagy 8-at. Tudom, hogy 1-2 maradt csak ki. És ami még lett volna, még nagyon sok látnivaló, de szerintem arra kellett volna biztosan egy 10 nap, hogyha minden teljesen be akarunk kihárni, mert azért nagyon sok minden van ott Korfu. Na 10 napot azért sokallom, szerintem az a 7 teljes nap. Az a 7 talán, vagy úgy hetet, no. Úgy 7 teljes nap az úgy elég lenne Korfura, tényleg, de akkor átolzzéig mindent bejártok. Mert mi tényleg így 3 napot kellett befutnunk, hogyha még 5 napunk lett volna, akkor is szerintem úgy eléggé ki tudtuk volna maxolni. Ez az 5-7 nap szerintem kell. Már csak úgy pihenésre is tényleg, hogy maradjon idő, jusson idő, úgyhogy... Próbáltuk a tengerparti fürdésre átszok, hogy elképzelitek Korfut, akkor a Korfu jobb oldalán a tengeri keleti. Víz... Keleti? Az a keleti, igen, az a keleti része, ottan kavicsos a tenger alja, a bal oldalt, nyugaton pedig homokos. Kavicsos a legjobb srác. Igen, a három a kavicsos. Fületni akartak akkor a kavicsos részen. Nem nagyot. Szereti, hogyha koszos lesz. Ja, bal oldalt, ott minden homokos, iszapos, belejönsz, kijössz, tiszta, kosz a lábad, stb. Aztán egész napokban slattyogsz. De ez azért földrajzilag. A legkellemesebb. Térjünk rá a földrajzra, hogy ez miért van. Tehát, hogy Korfunak a nyugati része, az már a óceán, hát nem óceán, mert ott a földközi tenger van, úgyhogy lényegében a tenger felé, és akkor a tenger az ugye homokos, úgyhogy azért az a része homokos, és a másik fele az pedig lényegében a kontinens felé. Az a fele nem homokos. Az olyan... Hát konkrétan miért van ez nem tudom, hogy a jobb fele, hogy kavicsos, de tudom, hogy a nyugati fele, hogy az pont ezért homokos. Az ugye onnan. És azt hiszem, hogy a nyugati fele hidegebb is volt. Igen, mert ugye az, amit volt, mondtam, ja. Hogy a tenger felől jön oda áramlott. Az a kavicsosabb azért volt jó, mert tiszta volt a lábat, aki jöttél, és ugye sokkal melegebb volt a víz. Szerintem ilyen 6-7 fokkal tuti melegebb volt ott. Igen. Hamarabb is bele tudtunk menni a vízbe, stb. Szóval nagyon jó volt. Ja, az nagyon jó volt. Főleg a halak is, amik megették a lábamat. Strandok is amúgy nagyon jók srácok. Az úgy néz ki, hogy kimentek ott a strandra, kiválasztottak egy napágyat, oda mentek, lepakoltok, és oda jön hozzátok egy srác, vagy aki felügyeli helyet. Kifizetitek neki azt, hogy ott vattok, amúgy az csak ilyen párával. Igen, 6 euró vagy 7 euró volt. Ja, és így egész nap a lényegében. Az a lényegében kibérlitek azt a napágyat. Igen, hogy itt nincs strandbelépő, hanem lényegében a strandok azok szabadok, csak ennyi, hogy esetleg. Ja. És közben folyamatosan futkározik köztetek ott az egyik csávó lényegében, és mindig tudtok rendelni magatoknak, amit szeretnétek. Amúgy Korfu meg kell kóstolni a friss narancslevet, mert az a legjobb. Mi elnézek, hogy annyit ittunk belőle, de tényleg az annyira más íze van, mint amikor itt megveszitek a narancsot és kifacsarjátok, teljesen más az, mint amit ott ittunk. Szóval az nagyon jó, srácok, nagyon érdemes kipróbálni a frissen facsolt narancslevet. És talán még egy kis kulisszatitkot elárulhatunk, hogy azon az éjszakán, amikor megérkeztünk, akkor lényegében mentünk egy vacsorázni, kerestünk egy helyet, ahol lehet vacsorázni, és minden este aztán ott vacsoráztunk, mert annyira bejött nekünk, hogy egy bácsika volt, az szerintem övé volt az egész étterem, és mindig megkínált minket, vagy egy kis kédecivel, vagy egy kis lekvárral, valamit mindig adott nekünk. Házi pálinkát öntögetett, de nagyon finom volt, ilyen full édes volt, srácok, elég erős volt, és tiszta édes, még ott nem is ittunk szerintem sehol, nagyon finom volt, és minden nap vacsi után kaptunk egy ingyen felest, vagy pedig valami házi kompóttal megkóstoltatott minket. Aztán barackot ettünk egyik nap, még nem is tudom mi volt, nem? Na, nagyon jó volt. Lekvár is volt az egyik nap. Szóval lekvár is adott így, hogy kanál, és akkor igen, igen, a igen, igen. Megfőzve, kifőzve kaptunk mindent. Szerintem ők be is főznek, meg ki is főznek. Szóval nagyon szupi srác. És finom volt a kaja is amúgy. Nem minden, mert tényleg volt, amit nem tudtuk, mint hogy elolvastuk, és azt sem tudtuk, hogy mi hiába volt oda leírva angolul, de úgy nem tudtuk, hogy mire számítsunk.
Aztán aztán másodiknak megtaláltuk a kedvencünket, és aztán tényleg azt tettük az utolsó napig, és volt ilyen, hogy előétel is, mert ugye ott a görögök azok szeretik ezeket a fűszereket, és volt egy kis mozzarella, paradicsom, és ez így aztán megfűzerezve, de olyan finom volt. Volt hozzá talán egy kis kenyérke is, igen, nem? Igen, igen. Nagyon jó volt. Minden étteremben amúgy adnak ilyen előételt ott, mindenhol ilyen nagyon kis adagok. Igen. Általában kis sült kenyérkék voltak, nagyon fűszerezve, de a szó szerint nagyon fűszerezve, srácok. Volt olyan, lementünk, megkaptuk az előételt, és nem is láttuk a kenyeret, annyi fűszer volt rajta. Szóval nagyon durva. Már nagyon finomak voltak. Ja. Úgy, és jó nagy adagokat adnak amúgy. Minden hatalmas adagot kaptunk. Pizzát is kóstoltunk, az is nagyon finom volt. Szóval nagyon jó volt. Igen, amúgy finomak voltak ott a kaják. Egyszer lepődtünk meg, amit a videóból is el is mondtunk, hogy kebabot rendeltünk, és hát itt ugye a kebab az a zsemjébe lévő bárányhús, zöldség, tatárral vagy ketchuppal, és megeszed. És vagy pedig csirkehús, attól függően. Igen, igen. És ott pedig lényegében volt ilyen két kolbász, és az volt a kebab. Ja, kaptunk két kolbászt. Még mi volt hozzá? Hát sült krumpli, egy kis caciki. Ja, és az volt az egész talán. Na mondom, ezeket a részleteket még esetleg, hogy érdek, akkor megtaláljátok a leírásban. Szerintem kb. Most elmondtunk úgy mindent. Szerintem kislőttük az összes témát, ja. Jó van. Szerintem ez jó, akkor végeznénk is. Kicsit elúsztunk így az emlékekbe, mert tényleg itt körülbelül egy éve, lassan lesz egy éve, hogy ott voltunk, és emlékszek, még ekkor volt ugye ez a Covid, lényegben, hogy felengedtek, és hogy kicsit lazítottak még előtte, ugye júliusban, júniusban, és mi pedig így augusztus végén voltunk, amikor már jöttek kicsit ilyen váltások, de emlékszek, hogy ebben sem volt probléma, mert csak regisztrálni kellett. Ott csináltak helyben lényegében egy PCR tesztet, és akkor vártuk a hívást, hogyha nem hívtak, akkor lényegében az volt a jó. Hazajöttünk, lényegében egy ilyen monitor előtt megnéztük, hogy a lázunk, hogy 37 hát alatt csak a van, és ennyi. Annyi volt az egész. És ennyi volt. Sejtásra semmit nem csináltok. De negatívak voltunk, mert nem kaptunk hívást, úgyhogy. Amúgy legjobb korrendünk, mert előttünk is nagyobb volt a biztonsági intézkedés, így kirándulás véget, és amikor visszajöttünk, utána kb. Egy-két héttel is már beszigorodtak mindenhol a dolgok, szóval szerintem nagyon jól megúsztuk pont akkor ezt a kirándulást. Úgyhogy így. Nem van, srácok, ha bármi kérdésetek lenne esetleg a kölcsönzésről, vagy a motorról, vagy akár magáról a Görögországból, akkor tegyétek fel a komment szekcióban, vagy kérdezzetek nyugodtan Instagramon is, ott is válaszolunk mindenkinek. És ugye előre akkor ennyi lenne, akkor ja, legközelebb megint találkozunk. Ennyi lenne mára, ugye ez a videó szerdán fog kimenni, ahogy mondtuk, és találkozunk következő héten szerdán. Addig is jók legyetek, motorozzatok sokat. Széles utat. Sziasztok. Hello.